Mit akar a név? Mi az önök küldetése, és miért vannak most itt Tusványoson? Hát én, mint magánember, nagyon sokszor már itt voltam, de hivatalosan, mint Magyar Batthyány Alapítvány ebben az évben együtt, egy együttműködés keretében a Nőrivel, a Nemzeti Örökség Intézettel együtt, mert hogy 48-49-es szabadságharcnak van a 175. évfordulója, és itt vagyunk programokkal, és ez nagyon fontos, hogy a Nőrivel már 2022 óta dolgozunk, de most idén van az, hogy így debütálunk sátorral. 22-ben például Hugonai Vilma munkásságát mutattuk be az UNESCO-val, UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsággal együtt, de hogy idén pedig Batthyány Lajos halálának lesz a 175. évfordulója, és nagyon fontos, hogy július 31-ig várjuk még a Gróf Batthyány Lajos és Gróf Zichy Antónia díjakra a jelölést, és középiskolásoktól és egyetemistáktól pedig a pályázatot. És ez mind olvasható a mi weboldalunkon, a www.batthyany.hu weboldalon. Mit gondol ez egy itt a Tusványoson, mennyire sikerül esetleg népszerűsíteni az önök alapítványát, illetve mennyire érdeklődőek az emberek? Hát szerintem ennek a sátornak az a neve, hogy emlékezett sátor, és hogy ez nagyon fontos, tehát hogy emlékeznünk kell, be kell mutatni a régi ugyanúgy örökségünket, tehát a Batthyány család maga ennek az örökségnek is a része, a nemzeti örökségünknek a része, és hogy igenis, hogy példákat kell mutatnunk. Tehát nagyon is fontos szerintem, hogy itt legyünk, fontos az, hogy bemutassuk. Holnapi napon lesz nekünk a Szabadságharc Mécsesei egy ilyen kerekasztalbeszélgetés, ahol pontosan a nők és a honvédelem, tehát hogy a nőknek a szerepét a szabadságharcban, akár mint honvédnők, akár mint zászlóanyák, akár mint ápolás felépítés, akkor akár mint feleség, és szerintem ez nagyon fontos, mert sajnos ez a téma, ez a mai világban is itt van. Mit jelentenek önöknek a hagyományok? Hogyan képviselik a hagyományokat ebben a szellemiségben? Hát a hagyomány az egy fontos, pontosan ez is érdekes, hogy az október 6-a, ami egy gyásznap, és hogy ebből mi hogy tudunk pozitívan felépíteni, és így lett például ez a díj, ami maga egy társadalmi innováció, tehát trad innováció, az a hagyomány, és egy kicsit a hagyományok megújulása annak megfelelően, hogy milyen közegben, meg milyen társadalmi szituációban vagyunk, és hogy mindenki számára ezt szerethetővé, elfogadhatóvá, és úgymond befogadhatóvá tegyük.